Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ez, amit pedig most láttok, karácsonyfánk alatta bekészítve már az ajándékok, viszont nekem van egy kis meglepetésem, ami nem lenne más, mint hogy a mai napon, december 24-én reggel meg fogom prankelni az öcsémet a karácsonyi ajándékával. Csak remélni tudom, hogy a prankem pont úgy fog elsülni, ahogy azt terveztem. Ahogy látjátok, általában nálunk pizsamás Jézuska szokott jönni, ami annyit jelent, hogy 24-én reggel, amikor felkelünk, még rendes ruhába öltözés előtt pizsamában bontjuk ki az ajándékokat. És itt én le is csaptam gyorsan a kezdő pozícióra, és kiosztottam mindenkinek a saját ajándékát. Elsősorban, ami nekünk most nagyon fontos, Sanyinak a kamuai. Nem. Édesem, kicsit sajnáltam egyébként, hogy ennyire beleélte magát a dolgokba, de attól függetlenül sikerült a prank, elhitte, hogy AirPodsot kap. És igaz, hogy egy kicsit megsértődött, mert utána az igazi ajándékomat a legeslegvégére hagyta, és csak akkor bontotta ki, de nézzétek meg, szerintem sikerült kárpótolni. Várjál, nekem is van még egy ajándékom. Ja, még van egy. Tommy Hilfiger. Szólít engemet, tényleg? Megint nincs benne semmi. Van benne egy 20. Ebben biztos van. Jaj, te! Szkázi. Ne bontsd ki. Nyilván, mint mindenki, mi is kaptunk karácsonyra egy kis pénzt, ez pedig édesanyja ajándéka, a kedvenc arckrém márkájából egy limitált kiadású krém. Boldog karácsony! Jó, de jó! Hogy kéne neki? Kaptál egy egész csirkét. 5 hours later. Este pedig keresztapáiknál folytatódott a karácsonyozás, ahol természetesen a gyerekeké volt a főszerep. És ahogy láthatjátok, egy kicsit Sanyié is. És most pedig nézzetek meg pár klippet, ahogy Boti bontja az ajándékait, és imád mindent. Az is a tied, igen. Nessa, itt néz. Ez jó. Ez jó. Ide nézel egy pillanatra? Krokodilos. Ez is jó! Elefánt! Elefánt! És ez is pázi kicsikén. Bontsuk ki ezt! Tetszik kicsi! Jaj, de örülök neki! Sikerült! Mi sikerült? Ilyet szerettél volna? Vegyük ki! Ez ki? Ez ki? És ki kapta azt? Én! Ki kapta azt a képet? Keresztapa. Hangosan mondja. Még hangosabban. Hát nem tudod hangosabban mondani? Elvitte a cica a nyelvedet. Megmutatod, hogy hogy kell használni? Így. És megfésülöd az én hajamat is? Köszönöm. Még egyet? Oké, köszönöm szépen. Kijöttünk a tanyára. Szuszuka, te mit vadállatkodsz? Haci. Nyilván a lovaknak karácsonykor is enniük kell, úgyhogy kijöttünk mi, mert mindenki, aki itt lovagol vagy dolgozik, az most karácsonyozik. Úgyhogy ezt most intézzük mi öcsivel, meg hát az esti etetések az egyébként is a mieink szoktak lenni. Kicsit lelapult haja a karácsonyozók, de mindegy,
Nem tudom, hogy mikorra fogom bevágni azt a részt, de ha már láttátok, akkor tudjátok, ha meg nem, akkor meg most fogjátok látni, hogy Boti imádta az ajándékokat, elképesztően örült neki, úgyhogy nagyon megnyugodtam, és egyébként még a kis játékokat nem is kapta meg, az majd holnap fog előkerülni egy kis zsarolásnak, ugyanis a holnapi napon Botival fogok videózni, ami szerintem a bekötött szemes szerelés után a második legjobb videó, vagy talán attól függ, hogy mennyire lesz kommunikatív, de szerintem, hát te hogy etetsz? Nézd már ide! Nagyon ki vagy csípve! Te edarázd, te! Szóval, hogy a lényeg a lényegben, hogy egy nagyon-nagyon jó ötlet, remélem, hogy sikerül megvalósítani, de Sanyi már vár rám, úgyhogy jövök ki a zavért, és kezdjünk etetni. 1 hour later. Finom? Ne nézd meg, kézzel eszel. Hát szórod le az összeset. Ezek szerint. Az igen! Az igen! Melyik a kedvenc játékunk? Innen. Sütemény. Az melyik játék? Sütemény. Jól van, na, hát értem akkor. Sütemény. De miért nézel? The next day. Ja, ügyes legyél. Jó. Megeteted a lovacskákat? Mehetünk. Szerbusztó. Szia. Ez meséljük már el itt mindenkinek, hogy ez micsoda. Ez télapó. Télapó. Most mondd meg. És már megkóstoltuk, és nagyon finom. Nagyon finom volt. Ez nagyon finom volt. Szeretnél még mesélni valamit a kamerának? Nem tudom. Jól van, szívem, akkor menjünk ki a tanyára, és majd ott mesélünk még a kamerának, jó? Jó. Jó. Mit csinálnak? Ott várnak. Kit várnak, Botit várják? Igen. Hát akkor gyere, gyorsan menjünk. A Nórak. Gyere. Igen. Ide jöjjünk hozzá, jó? Nézd meg, szalmás a nózia. Susuka! Susuka, igen. Nagyon aranyos. Nagyon aranyos. Nagyon. Igen. Nagyon aranyos. Igen. Nagyon aranyos. Igen. Hát akkor gyere, felvesz. Mit rosszalkodik, nézd meg. Igen, mert olyan aranyos. Olyan aranyos. Igen. Ő a farka. Susuka. Igen, Susuka. Susuka. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó munka. Jó. Nagyon jó. Jó munka a lovakat etetni. Édesem. Doktor! Te olyan sanyi. Igen. Mit csinált? Na, nézd meg! Kiköpte! Szeretnél kis lovacskát szüli napodra? Hm. Mennyire picikét, mutasd meg nekem! Igen, igen! Akinek van nagyon-nagyon minike Shetlandi pónia, az a komment részekbe jelezze nekem. Igen, rúg nekem! Ez kamion. Kamion. Az autó. Egy autó, egy kamion. Egy autó, kamion. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, holnap találkozunk. Sziasztok!